Sziasztok, angyalkák! Itt vagyok újra egy heti frissítéses videóval. Nézzétek el nekem, ha most még nem annyira részletes lesz a videó, mint ami szokott lenni. Most csak felolvasom nektek, hogy a héten mi jött ki a frissítéssel. Itt az idő, hogy felvegyétek a druida köppenyeteket. Üljetek fel a kezdő lovatokra, és versenyezzetek Jovirk megmentéséért. Meg tudjátok találni Concordot. Elizabeth Sumbuim szeretne elmondani néhány dolgot a Starbreeder-ekről. Mik is ők tulajdonképpen? Alex társaságában meg kell találnod a druida Rihanót, aki majd betanítja, miként tudod megtalálni és észrevenni a Starbreeder-eket, akikre szükségesek Jovirk megmentésére. Hozd elő a kezdő lovadat, és indulj Fripp titkos körök alatti szobája felé, és készülj fel a kalandra. Ahhoz, hogy részt vegyél ebben a küldetésben, előbb teljesítened kell azt a küldetést, amelyben Elizabeth elmondja neked, hogy ideje tanulnod a Starbreeder-ekről. Az utazó druida Szabóra most visszatér Valendélbe, és gyönyörű druida öltözeteket hozott magával, beleértve egy gyönyörű új kellékkészletet lovat számára. Fara szerdáig marad Valendélbe, és szeretne látni téged, mielőtt újból útra kell. Csak megmutatom a ruhákat, amit megvásárolhatsz tőle. Ezek a felsők, alsók, kobakok. Kezdjük. Patkokkal nem mutatom ezt a mosját, amúgy sem látszik. A Fortuna Fesztivál folytatódik, mialatt Alex-szel keresitek a Starbreeder-eket, figyelj a szivárványokra. A szivárványok további egy hétig naponta többször jelennek meg Jorvik földön, ezért ne feledd átadni Csuannak, a Mogorva Manónak az összes szivárvány aranyat, és nézd meg a vadmacskák parádéját szerda előtt. A lópiac most Jovir kistálónál van. Ha tetszett a videó, akkor lájkolt, ha nem tetszett, diszklájkolt. Ha szeretnél te is angyalka lenni és követni csatornámat, iratkozz fel. Sziasztok, szép napot mindenkinek!